Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Demon Souls-t. Haladunk, amennyire lehet. Nagyjából szerintem már a felén túl vagyunk, de hát ugye a neheze majd csak most jön, ugye a vége fele. Elvileg, ha minden igaz, akkor három map van még, amin úgy végig kell mennünk, és utána már boss fightok jönnek sorba. Szóval haladunk, meglátjuk, hogy hogy sikerül. Nyilván az a kulcs, hogy én hogy tudom venni az akadályokat, de szerintem eddig olyan nagyobb fennakadás nélkül végig tudtunk jönni, hát remélem ez így is marad. Na, úgyhogy akkor sziasztok, szép estét, Sherit Adri. Örülök, hogy láthattál. Szia, szép estét. Én azt mondom, hogy akkor nézzünk is bele. Itt vagyunk, elindítottam kicsit hamarabb a gémet, csak hogy ha van valami adminisztratív teendő, akkor azt el tudjuk intézni. Na most a helyzet az, hogy ugye fejleszteni nem tudunk, pontosabban az előző adásban ugye a szintlépést megtettük, viszont kardon nem tudunk fejleszteni. Ugyanis kéne large sharpstone shard, ahogy látjátok. Ebből kéne 6 darab. Hát megpróbálom majd menet közben lootolni. Tudom, hogy hol lehet venni. A Filthy Mantle-től lehet. De 1500 soul darabja. Szóval hát na mindegy. Jó lenne szintet lépni vele, mert átlépne C scalingre. Itt látjátok pont, hogy a dex az C scalingessé válna, pontosabban a dex kapcsán válna az Uchi C scalingessé, ami tök jó lenne. Na mindegy. Jó, úgyhogy sok tendőnk nincs, szóval megyünk tovább. Mégpedig a The Ritual Pass mapra. Egészségetekre! Ez is egy kiváló sör. Na lássuk, ez volt az az undorító map. Már eddig, ahol ugye azok a csontik voltak. Itt mintha valami lenne. Egy ephemeral eyes. Oké. Megpróbálunk nem leesni. Szól. Jó. Hát gondolom akkor arra kell tovább menni. Ja. Time for slaying. Köszönöm. Hát te ki vagy? Szavaz. Hello there, we meet again. You look terrible. Cheer up. Life is an adventure. Ó, ez is egy járus. I ought to warn you about a fella who lacks common decency. They call him Patches the Hyena, and he's the one that laid that trap for me. He's the kind of person who'd stab his own mother in the back. If you happen to spot him, you'd do us all a favor by putting him out of his misery. Ooh, Meg. Have you been to the altar where the reapers summon shadows? What I think someone may be trapped in the lower cavity. I heard them praying for dear life. Pity the poor fool. He probably fell from one of Patch's old tricks. Oh, valaki csapdába esett valami oltárnál, és valószínű Patch's műve. Pity the poor fool. He probably fell from one of Patch's old tricks. Na jó, mit árulsz?
Hát, nem sok mindent. Heal van nála, az jó. Spice van nála. Jó. Slime. Igen, ez a magic-es buff. Jó, ez valami fejlesztéshez kell, meg pár fegyver. Jó. Well, suit yourself. Szotyi. Hát ez fenomenális. És akkor ezeket... Annyira nem vészes. Valami kaszás leszpónolt ilyen szellemeket. Kunai. Ilyet lehetett venni a... itt a fickótól is. Na, ott van lent. Kíváncsi vagyok, hogy majd ezek a mérgező nyilak kellenek-e. Hogy így ennyire adja a játék. Nem tudom mekkorát sebeznek. Nagyon lassúnak tűnnek. Szóval... Lehet, hogy nagyot sebez, ezért nem is akarok nagyon közel menni. Ó! Majdnem leestünk. De viszonylag könnyen halnak is. Micsoda üzenet. Nem, nincs titkos fal. Titkos fal. Nem. Valahol itt van, biztos vagyok benne egy titkos fal. Ne, menjünk tovább. Végtelen spawn, akkor ezek szerint. Oké. Okay. Oké, okay, itt van a boss mang. Hát ez nem boss volt. Vagy... eléggé weak souls, hogyha az is. Hát, na mindegy. Mondjuk szólt adott rendesen. 3800-at vagy mennyi. Oké, akkor nézzünk szét, mielőtt bemegyünk a boss mütyibe. Mert nem tudom, hogy mi fog történni. Rohadt sötét van. Itt mint hogyha lenne valami kapu. Lehet az nyílik azzal a... Moonshade Stones. Erről jöttünk, ugye?
Nem. Akkor fölmegyünk erre is. Hát, itt van valami. Ah, van. Akkor körbejárunk itt is. Oh! Oké. Ott volt. Behílelek. Biztos, ami biztos. Na, mi van erre? Ó, hát ez remek. Nagyon szomorú. Oh, shit. Nem tudom, valahogy beakadtam valamibe, és nem tudtam eldodzsolni. Nem baj. Nem tudom, hogy újra spawnol-e a... az a kaszás. Na cső! Spawnolt. Nem baj, hát ha, hogyha megpróbálok leszaladni. Hát ha... ha megöljük azt, akkor meghalnak a szellemek is. Terv hibátlan volt, bár a kivitelezés nem tökéletes. Na. És akkor ez az összesnek a szólját ideadja. Az mondjuk menő. Na, visszaszerezzük a szólokat. Hol is volt itt? Tehát megpróbáljuk lenyomni ezt a... piros szemű Józsefet. Hol van? Itt van. Hogy lőnek is közben. Az úgy nem annyira jó. Ó, valamiért az pedig ilyet már biztos, hogy öltünk meg. Úgyhogy megfogjuk most is, csak... nem tudom, fura volt már, mintha megnyomtam volna a healt, de nem vette be. De nem tudom. Mindegy. Itt nem tudok leugrani, mi már... nem baj, rászólsz. Thank you.
Hát ez remek. Semmi baj. Hát igen, azt elbuktuk most. Még a vészesen sok nem volt, mert szerintem nem volt egy színnyi. Megölöm, akkor kapok 5000-et. Még ez valamiért ez az item megint itt volt. Jó. Azt akarom megnézni, hogy mi van ott, ez a piros szemű József van. Meg hogy mit lehet arra csinálni. Azt nem tudom, hogy ez őt elég egyszer megölni. Hol volt még egy fentebb. De szerintem nem elég egyszer megölni. Ez az igazi. Nem itt kéne vele harcolni, az a helyzet. Csak itt meg lődöznek ezek a madárizék. Stone Shard, Soul. Itt van valami. Ó! Oké. Jó, itt körbe lehetett jönni. Jó. Felvettük az itemeket. Ennyiből mindenképp jó. Szevasz! Tessék, elkezdek streamelni, egyből tűzszöge. Én nem tudom, mi van. Igen, erre. Köszönöm. Jó, akkor szerintem ott más nincsen. De azért még oda az elejére visszamegyek. Csak rápillantok. De szerintem másfel nem lehetett menni. Nem. Jó. Oké.
Na, és akkor itt volt fönt, ahol a József volt egy gomb. Ott. Micsoda drámai ajtókinyílás volt. Gaming történelmi ajtókinyílás. Lássuk, mi van mögötte. Na jó. Én nekem van egy kósza gondolatom. Hogy én most lövöldözni fogok. Oké. Nem tudom, hogy van-e nyílunk. Van. Ó, ilyen is van. Nagyon jó. Na és akkor hogy is volt, hogy... Talált. Istenem. Ezt nem hiszem el. Remekül megy ez a lövöldözés. De hogy nem... Próbáljuk meg a crossbow-val. Hát azzal se járok jobban. Ezzel még nem tudok lokonolni, meg célozni. Most már nyíl sincs. Shit. Na jó, hát akkor... Ó, nem mondod. Hát ez remek lesz.
Remek. Tudom, ez nem volt szép. Hát végül is megoldottuk. Aha, itt megint vannak szellemek. Ez mi a jó isten? Ah, itt van. Nem semmi hely amúgy. Jó lenne nem mellé ütni. Mi történt? Nem tudom, mi történt. Semmi baj. Shit. Valami elkapott hátulról, de nem láttam, hogy mi. Majd gondolom egy ilyen szellem volt, csak azt nem láttam, hogy mikor került mögém. De akkor lehet, hogy csak oda sunyizott valahogy. Nincs messze egyébként, csak az bosszant, hogy mit most akkor megint ezekkel a csontikkal, meg a lövöldözős rájákkal kell vacakolni. Na, hol vagy? Futunk. Tehát ezt mondom, hogy nincs messze, csak szívás ide eljutni. Okay.
Hát van ilyen. Van ilyen baromság. De most komolyan. Oh, na mindegy, legalább megtaláltuk, hogy ki idézi őket. Cső, minden rendben. Nem hiszem, eddig nem lövöldözött ennyit. Most nyilván. És nyilván akkor lő, amikor nem tudok dodge-olni. Hú, oké. Tehát amikor ütök, akkor lő. Csak hogy biztos ne tudjam eldodge-olni. Ezek eddig is nyitva voltak. Ó. Oh. Szevasz. Hello, stop sorol, szia, szia. Szevasz, Pecsiz. A helyzet? Oh, hello again. Te mit csinálsz itt? Hey, don't turn a cold shoulder. I didn't mean to do you wrong, really. Come on now. We've got better things to fret about. That pit there is filled with treasure, but I'm having a little trouble getting to it myself. Go on, take a look. There are more riches than you could dream of. De miért érzem úgy, hogy ez át akar engem baszni? Gondoltam. Hey, don't hold it against me, eh? Take your time starving to death. Then I'll sell every last trinket off your corpse. Seggfej. Hello. Heavens, did you fall for that little devil's trap? Well, I did the same. He fooled me,
and now I am stuck here. The reverberation seemed to suggest that we are connected to the outside. A fearsome dark phantom stands between us and freedom. Dark phantom. Fear. God will cleanse us of evil. Az biztos. Pray with me. Umbasa. Hogy mi? Heavens. Well, I did the same. The reverberation seemed to suggest that we are connected to the outside. A fearsome dark phantom stands between... But have no fear. Pray with me. Umbasa. Umbasa. Jó, van itt ez a... egy dark phantom, ott volt szerintem az a piros József, akire gondolt. Kumbaya, igen. Szerintem ott, és ott van mögötte az ajtó, amin ki kéne menni. Te figyelj már! Kéne az a izé ott. Igen, az ott amúgy egy jó kard. Ahogy olvasgattam, csak az a baj, csak White Word-ben, vagy White Tendency-nél elérhető. Na, figyelj már, az van, hogy én nekem innen most ki kéne menni. Mert hogy dolgom van. Na jössz? Kumbaya. Oh, it's you. Did you cleanse the world of the aforementioned phantom? Hát így is mondhatjuk. And for that we are thankful. Cleanse the world. Umbasa. Ennyi? God has chosen Umbasa. Jó van akkor. Na figyelj már, Pecsisz, hogy is volt ez? Umbasa trophy earned. Hát ez... ez remek. Soul. Drámai ajtónyitás. Hello. You. Hey, I'm really sorry. I didn't mean what I said. Well, a man's got to make a living, right? Here, look. I can make up for it. There aren't many humans like us. We need to stick together. I know. Have this as a token of my friendship. Not bad, right? Friendship. Gas resistance ring. Mi a... increases resistance to bleed. Remek. Come on. Let's be friends. What do you say? No need to drag each other down. De hogy rögött? No need to drag each other down. Na jó van. Ide majd visszajövünk, ha lesz White Word Tendency. Mert... az item az kellene. Nagyon. De most menjünk tovább. Erre menjünk tovább, erre menjünk tovább. Ugyanis... hát most nem White Word Tendency van, úgyhogy most nem tudjuk azt az itemet felvenni. Igazán adhatna a game egy shortcutot egyébként. Ha már idáig elszenvedtem magam. Thank you.
Fájdalmas, fájdalmas komolyan. Jó, akkor amúgy azért ez ilyen sok szólt, mert ugye akiket leszpónolt kis szellemek, nagy culák, azok is meghalnak. Na legalább dobott íjat, vagy nyilat. Na, itt tartottunk. Öt darab full moon grass volt. Megérte fölvenni. Mindegy, mondom, hamar oda lehet érni, csak bosszantó, hogy legalább adhatna valamit. Valami kis shortcutot, vagy ilyesmit, mert elég nagy szívás így. Itt, igazából itt is elszaladhatnék. Kezd 66-szor megírni. Megírni. Megölni. Megírni.
Oké. Hát be tudtunk hílelni. Jó lenne tudni, hogy hol volt a... Itt volt, ugye? Jó, oké. Aggódtam, hogy nem döglik meg, csak leesik, de... Megdöglött. Jó. Szuper. Akkor van még valahol. Mondjuk ez olyan kicsi volt, de gondolom ezt is valaki idézi. Itt egy füsti füst. Heal. Oké. Azt nézem, hogy másfele lehet-e menni. De szerintem csak arra. Ja. Igen, arra megyünk. Nem az visz lefele tovább. Fölnyomjuk a Spice-ot. Nem, mi nem vettünk fel ilyen gyűrűt, ami ezt tölti. Most ezen gondolkodok. Slowly restores MP over time. HP vagy MP? Hát... Lehet, hogy most az MP jobban jönne, mert tulajdonképpen az heal. Ó, de jó, megint kint vagyunk. Jó. Szuper, szuper. Megyünk tovább. Haza akarok menni. Megértem teljesen. Nézem meg az új kardot. Sajt. Megnézzük majd mindenképp. Ha, csiguszok. Ez nem tudom mi. Chigus band. Band.
Oké. Okay. Van egy csomó slime-unk. Akkor ez egy slime farm tulajdonképpen. Vigyázni kell ezekkel a fehér izékkel. Oké. Okay. Itt van lent valami. Jó, ez most nem dobott slime-ot. Csak fel kéne szedegetni itt is a eldobált itemeket. Például itt is van egy lent. Jó. Akkor körbenézünk lent. Fönt úgy nagyjából látni, hogy merre kell tovább menni. Fölrobbant. Hiatt lesz. Ó, base scaling-es dexre. Elég jó damage-e van. Jaj, nem akartam kilépni. Akkor megnézzük még a másikat. Bark side. Hát ebből fővettünk kettőt. Rossznak nem mondanám. Slash damage-es. A hír lesz meg slash és pierce. Oké. Okay. Szól. Szerintem kéne egy utat találni fölfele. Ja, mert vissza is jutottunk ide. Oké. Jaj. Akkor szerintem megyünk tovább fönt. Oké. Okay. Igen, most itt vagyunk legalul. Legendary Warrior Soul. Volt itt. Cutscene. Szevasz!
Jól látom, hogy... Mintha... Ez konkrétan... Szerintem nem... Igen, ő vak. Oké. Okay. Na, akkor ezt ki kell okoskodni, hogy legyen. Mondanám, hogy megölt egy vakbossz. Semmi baj. Ó, és most tényleg oda vissza kell menni? Ezen a pályán nincs shortcut. Mondjuk viszonylag sokat lehet szaladni, mármint úgy értve, hogy... Shortcutot a játék. De komolyan. De nagy nehezen elszenvedem magam a bosszig. És nem azért, mert hogy nehezek az ellenfelek így menet közben, hanem mert hogy lőnek, meg keskeny a folyosó, meg... Ott volt mondjuk 40 000 szól a boss roomba. És csak azért, mert... Nincs egy rohadt izé. Shortcut. Így elvesztettük az összeset. Sos már healing sincs. Továbbra is bugos amúgy a bot.
pedig most bemergyöltem már Nevermind-nak a fixét. De nem oldotta meg a... Na jó, akkor elvileg itt is le tudunk szaladni. Csak azt megvárjuk, hogy... Oké. Hát, nem biztos, hogy itt le tudunk szaladni. Az a baj, hogy itt olyan sokan vannak. Hát mondjuk így is le lehet menni, igen. Közben gondolkodom ezen a bosszon, hogy alapvetően ugye nem lát minket. Tehát akkor olyat tudunk, hogy hát valahogy lopakodunk. Csak azt nem tudom, hogy hogy lehet lopakodni. Mármint... Teoretikusan tudom, hogy hogy lehet lopakodni, csak... Mert ugye Elden Ringbe le lehet ugye googolni, és akkor ott csöndben el lehet lopakodni. Tehát el lehet sunyogni, úgymond. Csak tényleg ezt nem tudom, hogy ebben a játékban mit jelent az, hogy lopakodni. Mert most ha csak lassan sétálok, meg ilyet még nem, erre még nem volt szükség, hogy lopakodjunk. Igazából. Szevasz! Hol? Itt volt balra, ugye? Semmi healing nincs. Hát még ez a half moon grass van. Ó, meg van. Spice-unk.
Jó, hát akkor csak van. Ja. Akkor itt már boss room van, ugye? Ja nem, még itt van a... És akkor itt lesz elvileg a boss. Ja. Nem tudom, hogy itt hogy kéne halkan menni. Tehát ha így sétálunk, akkor nem hal? Nem sokat híre ez a Half Moon Grass. Talán ez a megfejtés. Annak örülök, hogy ezt nem hallja. De igen, ez így egy darabig el fog tartania. De nem baj.
Arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül pont oda csapjon, ahol... Jó, biztos lehetne ez gyorsabban is. Csak... nem akarom elkapkodni. Nem tudja. Shuttle-t. Ezt nem hiszem el. Hozok sört. Itt is vagyok. Viszont lehet, hogy áttenném ezt a gyűrűt. Ha már úgyis ilyen ráérős ez a boss fight, akkor legalább ez termel egy kis HP-t közbe. Ah, de annyira bosszantó, hogy one-shot-olnak. Jó, tudom, nincs rajtam valami nagyon combos armor vagy ilyesmi, de... lehet, hogy nem is voltunk full HP-n. Na mindegy, inkább az bosszant, hogy... hogy nincs shortcut. Abban meg nem vagyok biztos, hogy... abban meg nem vagyok biztos. Miben nem vagyok biztos? Hogy az egy jó dolog, hogy one-shot-olnak az ellenfelek. Hmm.
Már legalábbis. Jó, hát mondjuk boss. De... Hát mindegy. Ez a világ amúgy is rohadtul idegesít. Ezekkel a csontikkal. Főleg az, hogy nem nagyon lehet velük mit kezdeni. Hát igen, segít Adri, ez egy nagyon pozitív gondolat, hogy egyszer megcsinálom. Fő a pozitív hozzáállás. Biztos csak... Na mindegy. Megpróbálunk elfutni. Hát nem futunk el. De legalább ők is meghaltak, rohadjanak meg. Ide tényleg nagyon kéne egy shortcut, mert... Jó, hát nyilván a játéknak mondjuk ez a tendency dinamikája, vagy... Hát eleme. Ez pont arra lenne, hogy... Hogy nem kell a shortcut, mert menj úgy végig, hogy nem halsz meg egyáltalán. Mert akkor lesz ugye pure white, vagy white tendency. Guide-ba, hogy van-e shortcut? Hát, az a helyzet, hogy... Szerintem... Elég jó felfedeztük. Szerintem nincs, de megnézem majd, ha nagyon elegem van már ebből a helyből, de inkább igyekszek megcsinálni a boss-t, és akkor nem kell. Érdekes, most nem lőtt rám ez a enemy. Mert lehet, hogy akkor az fog, ami itt van lent. Ez a rész a szívás, tehát ezután már annyira nem vészes. Csak itt, ahol kint, ugye egyel föntebb, ahol kint vannak ezek a csontik, az, ami nagyon idegesítő. És az is a csontik miatt egyébként. Az egy olyan enemy, ami hát ebből a szempontból nagyon jó sikerült. Rohadjon meg, aki kitalálta. Thank you.
És még megütött, még megütött. Oh. Köszi. Igen, erre. Szóval tényleg ez az enemy jól sikerült ilyen értelemben, hogy könnyen le tud sebezni, tehát most nem az, hogy megöl, mert hát jó, meg tud nyilván, de itt már tényleg az is elég, hogy egy csomó HP-t leszed. Na az is elég nagy szívás. Na jó, hát ugorjunk neki még egyszer. Jó, szóval mintha futkározás se hallanál. Én tényleg nem tudom. Most akkor ez így random? Vagy hogy van? Vagy egy ideig tudja, hogy hol vagyunk, és utána nem? Vagy... Ja, nem tudom. Nincs nyilam előttük az... Hát van egy pár, de... Van egy pár nyilam, de nem sok. Most sebzünk rajta egy ennyit. Ezzel nem különösebben vagyok előrébb. Lehetne, persze, valamennyit az is ér. Csak tényleg ez nekem olyan fura, hogy... Na mindegy. Lehet, hogy kell idő is, hogy levegye az agrót. Tehát, hogy elveszítsen minket pontosabban. Thank you.
mondom, ezt a részt, aki kitalálta, ezt a kicsi részt, az azért úgy beszélgetnék egyet, hogy voltak-e gyerekkorában problémái. Mondom, azt a kicsi részt, mert nem ezzel van a gond. Itt el lehet molyolni ezek a szellemekkel, meg amik megidézte őket, tehát ez teljesen rendben van, jól is néz ki. Mondom, itt semmi baj nincs. Még azt mondom, hogy nehéz is elsőre. Ott az a pecsizes rész is izé poén, meg hogy úgy lelök, meg ilyenek. Ez a picike kis rész. Hogy föntről lőnek ezek a gyökerek. Érted? Weapon damage. Super. És úgy olvadok el egy pillanat alatt. Mondom, ezt pedig, hogy a fegyverünk elkopik. Úgyhogy folyamatosan meghalunk. Ez meg konkrétan én egy ilyen bugnak értékelem. Do come back alive. I need your business. Jó, menjünk vissza. Hát én akkor mondanám feature-nek, hogyha úgy kopna, hogy folyamatosan haladunk. Mert valahogy, tehát meg alapban ez a fegyverkopás, most szerintem egy ilyen játékban, aminek ilyen a dinamikája, mert most egy Witcherbe oké, mert nem halsz meg 66-szor, max az egész játék alatt halsz meg 66-szor. De így, hogy tulajdonképpen nem halad sehova. Jó, mondjuk a consumable-ök is fogynak, ez is igaz. Ugye elfogy a heal, elfogy a... mit tudom én, micsoda. Na jó, lehet védeni, na. Lehet védeni. Kétségtelen. Bloodborne az nem. Hát más a Bloodborne. Nagyon más ilyen szempontból. Most hirtelen nem is emlékszem, hogy ott van-e fegyverkopás, vagy nincs. Erre nem emlékszem. Lehet, hogy ott nincs. De ha van, akkor se különösebben jelentős. Az biztos, hogy... viszlát. Az biztos, hogy... ott, tehát arra határozottan emlékszem, hogy ott is elfogytak a...
elfogy a heal. Tehát ott consumable a heal, ott is. Tehát nincsen... flask. Mint például az Elden Ringbe vagy a Dark Souls. Dark Souls-okban. Tehát ott is szívás, de valahogy ott annyira nem volt akkora szívás, mint itt. Hogy elfogy a heal. Talán azért, mert könnyebb. Nem mondanám a Bloodborne könnyebbnek. Azért az is elég nehéz. Meg ott valahogy az első mappon ott elég jól lehet farmolni healt. Shit. Igen, balra a izét felejtettem el a... Hogy ez lő. Szóval mondom, ott az első mappon nagyon sokat lehet farmolni, tehát oda vissza lehet menni bármikor nyilván, és tényleg sokat lehet farmolni. Nagyon-nagyon hasonlít ez a játékhoz egyébként a Bloodborne, így a mechanikákat illetően. Tehát ott is ezek a ilyen kövek vannak, amik átvezetnek a világba, tehát van egy, hát ilyen Nexus jellegű, és az, na mindegy, majd játszunk azzal is, mert én nekem nagyon-nagyon tetszik ez a játék, tehát egyik kedvencem. Szerintem nagyon jó. Na még egyszer. Próbáljuk megfejteni itt a dolgokat. Hát türelmesnek kell lenni. Az a helyzet. Most nem tudja, hol vagyunk. Okay. Hát behílelek, csak hogy nehogy baj legyen. Türelem, tornaterem.
Okay. Tudja, hogy hél közben. De hogy? Ezt nem hiszem el. Jó, hát mindegy, akkor annyiban módosul a Tactics, hogy hogy akkor, tehát mert az amúgy az atakjait kidodzsolni nem nehéz, tehát egyáltalán jó, hosszú íve van, hosszú kifutása tényleg a dodge-oknak. Egyáltalán nem nehéz. Ilyen értelemben. Leesett ez a bal fék. Tehát nem nehéz ilyen szempontból se a boss. És csak akkor lehet healelni. Hogyha nincs, ha nem talál minket. Kezdem megutálni ezt a játékot egyébként. De komolyan. Emiatt a fostos map miatt. Hogy ezt a Shrines of Storms-ot, hogy mondom, aki tervezte, annak biztos, hogy... Nem tudom. Valaki alkoholista volt a családba.
Na, és akkor innentől gyakorlatilag majd, hogy nem üres a pálya. Eddig itt nem lőttek meg soha. És tudom, hogy mit kell csinálni, és csinálom is. De nem. Ja nem ordítok semmi ilyesmi. Mély levegő, persze. Amúgy is én ilyen hidegvérű vagyok, engem nagyon nagyon nehezen lehet fölbosszantani. Ez a játék tényleg közel áll hozzá. Még nem talált el. Hát, van ez így. Hát, igen, mondjuk ha nagyon fölbosszant egy játék, akkor simán csak abba hagyom. Hát talán a Nier Automata volt, ami ilyen... Bár lehet, hogyha most újra elkezdeném, már rögnék magam, hogy mi volt az, ami ezen fölbosszantott. Talán az, hogy abban a játékban az volt egy kicsit ilyen... Hát fura, hogy úgy mondjam. Hogy 66-odjára is jött egy olyan boss. Ami... Tehát ott nagyon ilyen tankos bosszok vannak, amik... Tehát lőni kell ilyen fél órán keresztül. Lőni meg ütni. És... Mikor már jön a ilyen 20. meg 25. akkor már úgy vagy vele, hogy... Oh. Azt mondom, még lehet, nem kizárt, hogy... Oh.
És most valamiért így jött, és nem vártam meg, hogy behíleljek. Na mindegy, szóval, ja, nem kizárt, hogy valamikor fogunk azzal is játszani, mert amúgy fantasztikus játék. Tehát maga a világ is, az egész mechanikák, tényleg, hogy a sztori nagyon-nagyon jó. A zene az valami isteni, tényleg. Csak hát érződik rajta, hogy nagyon-nagyon japán játék. És... Na, néha olyan nehéz túllendülni a japánságán, na. Én nem értem elő bukfenc ez végén. Rosszabb, mint Margit? Hát... Margit legalább boss volt. De Margittal se az volt a gond, hogy idegesítő, vagy nem fair, hanem hogy túl korán mentünk oda. Tehát a végigjátszásban... nagyon hamar elmentünk Margithoz. És... Így van, Sheridan-i korai volt nagyon. Tehát... emlékszem, hogy végigjártuk az egész... részt. Tehát azt a map részt. Mindennel együtt. Tényleg, amit lehetett, minden követ felfordítottunk. Nem mondom, hogy utána könnyű volt, de akkor már azért látszódott, hogy hát igen, hát az már akkor kivitelezhető. Most föl tudott jönni. Komolyan, ez egy olyan játék, ahol nehezebb eljutni a bosszig, mint maga a boss. Ami ilyen... Hát nem tudom, hogy tervezési hiba, vagy direkt így akarták. De eddig tényleg az összes olyan volt. A csontika eddig se volt szerencsém. Ennek a mapnak az előző része is. Nem is tudom már mi a neve annak pontosan, megnézzük. Ott is... A postos csontika szívtam. Maga a boss az csak annyi volt, hogy rá kellett jönni, hogy íjjal kell lőni a kis madarat, ha emlékeztek, ami a feje volt. És hogyha ott, hát ott is kellett némi, hát nem kellett szerencse, inkább csak tényleg oda kellett figyelni, hogy
ne üssön meg. De utána az sima volt. Tehát... Na most, hogy mivel sebződtem? És jön a másik. Jó van. Legalább leesett. Lassan, tényleg... Tényleg a végét járom a dolognak. Tényleg nincs messze a boss, csak az, hogy ezen végig kell menni. Teljesen értelmetlenül. Mondjuk, ha az biztos, hogyha szólt kell farmolni, akkor ide fogok jönni. Az biztos. Mert itt az van. És már 22 ezer szól, azt igazából... Hát nem is tudom hány szó, mert folyamatosan elvesztjük a szólokat.
Na, üljünk meg valahogy ezt a bosszt most már, mert... Mondom, akkor arra se érzékeny, ha futok. Tehát igazából azt se hallja, hogyha nincs, tehát hogyha nem tudja, hogy hol vagyunk, akkor nem hallja azt se. Gondolom az, hogyha eltűnik egy ilyen cserép, vagy ilyesmi, azt meghallja. Most nem tudja, hol vagyunk. Jó, most tudja. Jó, hát ilyenkor ki kell dodge-olgatni. Dodge-olgatni. Hát, nem tudom, ez is random lenne. Most is látjátok, jön. Most is jön. Mondjuk most nem odaütött, ahol voltam. Jó, most se tudja, hogy hol vagyok. Jó, hát... Amúgy... Lassan, mint hogyha megfejtettük volna, hogy hogy működik. Csak végre kell akkor hajtani. Oké, most se tudja, hol vagyunk.
ezt most én ontottam el. Shit. Ezt én ontottam el. Roszko, nem volt jó a dodge. Jó, mindegy, megvan, hogy kell. Megvan, hogy kell. Ezt most én ontottam el, de ez teljesen rossz volt a dodge. Már megvan, csak tényleg végre kell hajtani. Hát meg el kell addig jutni. Most hogy csak ennyi életem van már megint? Hát egyszer ütöttek meg. Mindegy. Whatever. Bent a fedezékben. Mondom, bent álltam az oszlop mögött, és... Na. Újra.
most pont beütött oda, ahol voltam. Semmi baj. Ez közel volt. Oh, shit. Thank you.
ott van. Ott is van. Basszus. Micsoda türelemjáték volt ez. Na, csak sikerült. Oké. Na jó, akkor menjünk haza. Fú. Oké. Na. Hát lépjünk egy kis szintet. Dexre adunk. Okvetlenül. Kell a damage. És marad még 12 ezrünk. Megnézzük, hogy... Hát igen, van nálunk. Legendary... 8000. Jó. Itt van ez a Hero Demon Soul, ez az, amit... Hát ezt majd megnézzük, hogy pontosan mire jó. Most egyelőre még nem eszem meg. És akkor még... Még egy szintet tudunk lépni. És én szerintem streamen kívül elmegyek venni majd... cuccot, hogy tudjunk fejleszteni a kardon. Hát, amit még esetleg... Na, várjatok csak. Artstone of the Shadow Man, és nem White and Dance is. És akkor nem fogjuk tudni fölvenni most a kardot, mert lent, ahol a patches lelökött, ott van egy kard, de csak White and Dance-nél lehet fölvenni. És ott a Artstone of the Shadow Man, ott... jobbról a második. Az nem White and Dance is. Túl sokszor haltunk meg. És emiatt nem White and Dance is. Na jó. Semmi gond. Majd megoldjuk, hogy az legyen, és akkor fölvesszük a kardot. Hát ott fönt az milyen item? Ez kicsoda. Na mindegy, eddig ez szerintem nem volt, eddig ő szerintem nem volt itt. Körbe szaladunk, és itt van a mi kis barátunk. Hello. I was able to seek refuge in this nexus. Now I stay here and pray along with my disciples for the heroes facing the demons. If you wish for benevolent protection in your fight against the demons, then bring me demon souls. I will cleanse them and create miracles with their power. Jó, akkor ezek ilyen, ő ilyen varázslásokat tud. Így van. Jó. Hát ezeket majd megnézzük. Ugye most a heal van nekünk csak betéve. Astria of the Valley of Defilement. The last I heard, Saint Astria of the West was accompanied by the knight Garl Vinland. She would never be corrupted by souls. Not under the protection of such a renowned knight in his charmed armor. Surely, it is mere slander. Sadly, the weak are prone to such backstabbing. Dito, the Moonlight Knight, Rezaya of Istarel, even Selen Vinland. Many honorable knights have ventured into Boletaria in search of the Valley of Defilement. The vicious rumors about Astria offend our most basic sense of respect for God's name. However, none of these great knights have made it back. Could it be that that wretched valley is so infested with grime that even our Lord's voice does not resonate there? Or perhaps it is the fate of those left behind by God. If you truly are a disciple, heavenly miracles occur in Boletaria through the talismans.
God has granted this accursed land a special power. It is God's way of telling us we must stand against the demons. After the dark arts spread across the land, holy miracles were witnessed once again. The will of God is clear. We must defeat the demons, annul the curse of Boletaria, and purge the magicians who manipulate those accursed souls. As you know, souls are a source of wicked power, emanating from the demons. King Alant was overcome by lust for such power, and has placed Boletaria in her present predicament. Old Freyk and the Candle Maiden are no exception. No. We must defeat the demons, annul the curse of Boletaria, and purge the magicians who manipulate those accursed souls. Old Freyk and the Candle Maiden are no exception. Jó. We must defeat and purge the magicians. Yes. Jó, jó, jó. Okay. I certainly cannot force you to do anything. But you must remember, souls. Rendben. Jó, akkor ő is itt van. Picit hozzáadott a sztorihoz. My, you have rescued his Augustus. I express my deepest gratitude. You have relieved me of a great illness. Oh, thank God. Umbasa. Oh, ez is ilyen umbasás. Do you have any connection to Patches the Hyena? Volt némi. I trust not. He is a depraved, vile man, and he deserves no allies. I hope that an upstanding hero such as yourself is selective when making associations. By the way, I highly recommend the companionship of the jovial Saint Urbain. Saint Urbain? Have you heard the rumors about Astraea of the Valley of Defilement? They claim that she and her loyal knight have become demons and lead a clan of degenerate miscreants. In truth, the rumors are surely unfounded. There are all sorts of wrongdoers down there who would think up such nonsense. Yet, if the rumors are true, then may she be eternally damned for her debasement of the Lord's name. Yet, if the rumors are true, then may she be eternally damned. Okay. Na veled mi újság? Thank goodness. The Lord has not forgotten me yet. For he has allowed me into the presence of Saint Urbain. I shall serve him and pray with him. Akkor ez a Saint Urbain, ez ilyen nagyon nagy ember lehet. I plan to bequeath all my possessions to Saint Urbain. My grandfather's articles may contain more miracle stone shards like the one he gave me. They may be wasted in my hands. Saint Urbain can hear the voice of God through them. Oh, I can hardly believe it. The fact that I am helping to save the world. Okay. Oh, Saint Urbain. Umbasa. Umbasa. Okay. Oh, Saint Umbasa. Nem tudom, hogy a többiek is ilyen lelkesek-e. Másik katonát fejleszteni? Szerintem az nem katona, de mindjárt megnézzük. How did you do it? I can't imagine what it takes to slay a demon. If only I knew how to fight. If only I knew how to fight. We are indebted to you. I can forge weapons for you. I'm pretty strong myself. But even I don't compare to Ed. He's a beast, I tell you. The man must eat dragon food. Who was Ed? Mindegy. No, interesting. Ez a Heartless volt. Na nézzük, az Uchi
most 152-57 D-scalinges, de ha egyet léptetjük, akkor lesz C. És akkor itt van a Hilt lesz. Ez B-scalinges, mondjuk a Strength-re meg E. Igen. De ez is katana, csak uchi katana. Igazad volt valóban. Inevitably injuring the wielder. What? Na várjatok. I can forge weapons for you. Csak én nem látom. No, interesting. I can tell you're not going to last. Vagy ezt nem lehet fejleszteni? Na, de most betettem. I can forge weapons for you. Ja, lehet, hogy ez csak Ed tudja fejleszteni. Jó. Mindegy, ennek utána nézek, meg kicsit olvasgatok, hogy melyiket éri meg jobban használni. Valóban ez is katona. Meglátjuk. Mondom, olvasgatok egy kicsit, aztán megnézzük. Jó, tudok-e még itt valakivel beszélgetni? Á, Pecsiz is itt van, mindjárt beszélgetünk vele is. Ő nem mond semmi újat. És akkor még Pecsizt megkérdezzük, hogy hogy a tojás. Semmi, csak bótolni lehet. I have news for them. Praying never put food in my mouth, nor anyone else's. Yes, yes, I'm completely free from vice. My old mother would be proud indeed. Aren't you proud of me too? Well, I have news for them. Jó. Okay. Na mindegy, ilyen hírt meg ilyeneket továbbra is lehet tőle venni, meg nyilat, hogyha kéne. Do as you please, but you may yet. Okay. Na, akkor itt ma meg is állunk. Örülök, hogy sikerült ezt a világot megcsinálni, úgyhogy nem is ezt akartam, hanem ezt. Szóval örülök, hogy sikerült megcsinálnunk ezt a részt is, mindenképpen. Haladtunk elég jól. Hát tényleg továbbra is idegesítő nagyon ez az a Word. Hát meglátjuk, hogy a map, tehát a Word-nek a további része milyen lesz. Ugye egy még van, ha jól emlékszem, de mindjárt megnézzük. Ugye elvileg mindegyik világ 4 részből áll, és a negyedik már a fő boss. Hát igen, az Altar of Storms, az még van. Jó, meglátjuk. Megyünk tovább, holnap folytatjuk. Addig is még egyszer nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a cheert. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, kívánok nektek további kellemes estét, további kellemes hétvégét, találkozunk holnap is, sziasztok!